Ha esetleg Fortnite-ozol és szeretnél támogatni, akkor írd be a Support a Creator kódomat, ami Zsombály HD az Item Shopban, és hogyha netalán te még vásárolnál is, nagyon szépen köszönöm, és ha vettél bármit is, akkor nyugodtan küldd el Instagramon vagy Messengeren, és kirakom az Insta Story-mban. Köszi! És természetesen jó videónézést! Azt a mindenit, hát micsoda sorozatfolytatások mennek itt a mostani napokban. Közel 3 hónapja nem volt ötletem, hogy hogy is kéne ezt tovább tolni, de úgy voltam vele, hogy viszonylag sok embernek tetszik, szóval megerőltetem magam és ismét elhozok nektek valami finomságot és izgalmasat. Sziasztok, én Zsombály vagyok és elkezdtünk egy újabb Fortnite teóriás videóhoz. A mai nap folyamán a Ruin karakter kerül bemutatásra, hiszen ez lett a leglájkoltabb az előző Fortnite teória komment szekciójában, tehát nyertetek, a többség döntött és most már kíváncsian várjuk, hogy mi lehet ennek a skinnek a lényege, mire hasonlít és a legfontosabb, hogy vajon milyen történetet tudunk elképzelni róla. Ne húzzuk tovább az időt, vágjunk is bele a videóba! A Ruin nevezetű skin egy olyan outfit lényegében, amit Season 8-ba lehetett megkapni 55 Battle Pass Challenger cserébe. Azért nevezzük outfitnek, ugyanis még ezen a Ruin skinen belül is van egy challenge lista, ahol még megkaphatjuk a Dying Light backblinget, illetve a Dread Harvesting Toolt is. A leírása nem más, mint All Will Fall, azaz minden el fog esni, mindennek vége lesz. Hát, hogy ez mit jelentett, az egy jó kérdés, de a videóelemzésbe és a saját storytime-ban is benne lesz. Természetesen legendary szintet kapott a skin, és nem csak azért, mert challenge-ből való, hanem mert szerintem nagyon durván jól néz ki, és kár, hogy nekem személy szerint nincs meg. Na de ismét itt egy elképzelés, Newscape Pro videója, lessük meg, hogy ő mit gondol erről az egészről, és vajon hogy született meg, vagy hogy hogy jelent meg ez a Ruin nevezetű teória. Let's go! A videó elején csak annyit látunk, hogy a Loot Lake-nél található kráternél, mechanikus dolognál, kamránál ügyködnek az ott dolgozók, amire megjelenik John Wick és Lux is, akik arról beszélnek, hogy eredetileg Dusty közelében kerestek lávamaradékokat és forrásokat, ám minden ide vezetett és ezt találták, ami még a legerősebb lézerükkel se hatolható át. Ám a nagy társalgások közben elkezdett mozogni a föld és vele együtt ez a vaskamra is. És kiszállt ki belőle... Ruin. Ez történt a végén, de mindez 2 hónappal ezelőttre vezethető vissza, ahol kezdődött minden. Black Knight panaszkodott nekünk, hogy itt még régebben Wailing Woods állt, miért váltott át minden trópusira. Aztán találkozott Red Knight-tal, aki szintúgy nem tudta, hogy mi történt. Black Knight azonban mindenféleképpen bosszút akart állni azért, amiért megváltozott szinte minden, ezért útnak eredt. Találkozott is 2 hibriddel, ugye ez is 2 Season 8-as skin, akik mondták neki, hogy a mesterük a felelős, de sosem fogja tudni legyőzni őt, és még csak meg sem éri neki, hogy harcba szálljon ellene. Black Knight nagyon mérges lett, vérre szomjazott, a 2 hibrid megtámadta, de elég könnyűszerrel tudott végezni mindkettővel, így természetesen folytatta útját. És próbálta ezt az úgymond mestert felkeresni. A láva folyamon belül látott is egy drónt, benne egy különös alakkal. Nem volt más, mint maga a Prisoner. Viszont nem ismerték egymást egyáltalán, hiszen 6-7 season át köztük, de a céljuk közös volt. A map és a hatalom átvétele, így a köztük levő ellentét és harc elkezdődött. Kapták az ívet rendesen egymástól, de hosszas harcok után a Prisoner mégis legyőzte a Black Knightot, aki megadta magát és felajánlott a szolgálatát a Prisonernek. Ám most nem volt szüksége jobb kézre, úgymond, ezért a világ belsejébe száműzte, ahol átjárta az egész testét Black Knightnak az energia, és elérkeztünk a jelen időbe, amikor kiszabadult immáron Ruinként. Tehát ez a videó azt mutatja, hogy Black Knightból lett Ruin. Viszont most jön a mi részünk, ugyanis következzék a story time. Szóval, én nem feltétlenül kötöttem volna Ruint a Black Knighthoz, hiszen azért eléggé máshogy néz ki, akármennyire változtatta meg úgymond ez az energia. Ruin egy külön karakter, és nekem az a véleményem, hogy ő már a játék kezdete előtt ebben a világban élt, a föld alján, és mivel megzavarták, hiszen felásták a területét és a kamrát, plusz próbálták meglékelni a láva forrását, végtelen haragra gerjedt és a felszínre tört. Tehát nem mondhatjuk jó karakternek, mert képes lenne játékosok ezreit lekaszabolni hatalmával, ám nem mondhatjuk rossznak se, hiszen a saját területét védte, és olyan helyre próbálták betenni a lábukat a kutatók és a vezetők, ahova nekik nem szabad vagy nem kellett volna. Na de hogy született meg Ruin? Eleinte csak ugye a láva énje volt a föld belsejében, ám a láva megjelenésekor játékosok milliói vesztették életüket benne, így szedte össze azokat a szerveket és dolgokat, amik egy humán formában vannak, így lassan emberi alakot öltött és a láva istenévé vált, hiszen valahogy csak ki kellett neki is alakulnia. Emiatt köszönheti végtelen hatalmát és érdekes képességeit. Lényegében azt sem tudhatjuk, hogy vannak-e még tervei ezzel a Fortnite világgal, vagy hogy mikor jelenik meg bármelyik seasonben. Reménykedjünk azért, hogy season 10-ben nem bukkan fel és nem akar elpusztítani minket, ha bár az a kamra még mindig ott helyezkedik el egy lehetséges nyílással és rengeteg energiával.
Remélem tetszett az ötödik rész is. Na szerintetek melyik a jobb sztori? Amit Newscape Pro vagy amit én képzelek el? Írd le kommentbe, de ha neked is van még jobb ötleted, azt is írd le mellé, illetve még azt írd le, hogy milyen karakter legyen következőleg, és hogyha már láttad ezt a komment szekcióban, akkor lájkold be más kommentjét. Ha tényleg tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, illetve nagyon megköszönök egy feliratkozást, és kattintjatok a mellette levő csengőre is, hogy kapjatok értesítést a következő tartalomról. Kövessetek be Instagramon is, Zsombely HD néven vagyok megtalálható. Viszont én most búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb is, Zsombely fanok. Sziasztok!